Sziasztok! Mint tudjátok, mindent megpróbálok nagyon-nagyon nagy odafigyeléssel csinálni. Azt szoktam mondani, hogy a tőlem tehetőleg jobb minőségre törekszünk. Ez sokak szerint ez látszik is ebben a munkába. Nagy gondba voltam a név táblákkal. Nagyon kevesen tudják, de ilyenkor, mikor tervezünk valamit, akkor a végeredményt, amit láttok, az nagyon-nagyon sokszor nem úgy születik meg, hogy egyszer csak készen van, hanem nagyon sok prototípus előzi meg, nagyon sok tervezés, nagyon sokszor futunk mi is vakvágányra, csinálunk valamit, nem úgy sikerült, nem azt a hatást érjük el vele, nem úgy néz ki, nem tetszik, méretre nem jó, és mi sorolhatnám. Hála Istennek azért ez annyira nem fordul velünk elő túl sokszor. Jelenleg, amin dolgoztam, hát szerintem szégyen, nem szégyen, egy kb. három hete, most természetesen nem minden nap ezzel foglalkoztam 3 hétig, körülbelül egy 3 hetes munkagyümölcse érik be elméletileg ma. Próbáltunk olyat, hogy lézerrel vágom bele a házakba, a házaknak a különböző fa részeire, mutatom. Először úgy volt, hogy a nevet oda fogom lézergravírozóval belegravírozni. Utána úgy volt, hogy láncon fogom onnan lelógatni. Készültek ezek. Meg tudnám mutatni. Hát egy kicsit messziről, mert vagyok rá annyira büszke most már. Ott vannak készen. De ezek már készen vannak. De készen vannak már legalább egy fél éve. Viszont mikor felszereltük, nem azt a hatást értem el, amit szerettem volna. Felszereltük is valahogy nem tetszett. Ugye minden háznak van neve, ennek a háznak, meg fogjátok látni a legelsőnek. Ennek az a neve, hogy Paradise. Minden háznak van egy neve, és minden háznak van egy házszáma. Pont azért, hogy könnyebben meg tudjátok találni, hogyha kibéreltetek tőlünk egy ilyet. Na most ezt könnyen megközelítők kell, hogy legyen, látható legyen. És még egy-két dolognak gondoltam, hogy feleljen meg. Ugyanakkor szükségünk volt éjszakai világításra. Most akkor úgy gondoltam, hogy akkor azt a kettőt össze lehetne úgy hozni, hogy ez ne csak egy névtábla legyen, hanem ebbe legyen egy olyan világítás. Nagyon fontos volt, hogy egy olyan világítás, ami nem fogyaszt sokat, ezért választottuk a ledet, pontosabban a LED szalagot. Ami egy méter az pár wattot fogyaszt, tehát kevesebb, mint 10 wattot fogyaszt. Nagyon fontos volt ugye, hogy 12 voltos legyen, tehát ha bármi zárlat van, vagy bármi probléma van, akkor ne üssön nagyon az áram senkit. Nagyon fontos volt még az, hogy mikor én ezt a lámpát felkapcsolom, akkor legyen meg egyúttal világítva a járda, az előtte lévő járda is egy kicsit, és elegendő világítást adjon éjszaka ahhoz, hogy tudjunk mellette közlekedni. Nagyon jól nézzen ki, és igényes legyen. Hát nézzétek meg, hogy sikerült. Most még egyelőre csak a prototípus van készen, az első prototípus, de már egy olyan, amit hamarosan lehet beszerelni. Éppen a villanyszerelő már szereli a kábelt. Erre rá van rakva egy kis trafó, ami valahol itt van. Trafónja, Dimana! Itt van? Dimana. Itt? Itt a tasz helyem van. A tasz? Tehát ott van egy kis, itt egy kis trafó. Ez a 220-ból ő csinál 12 voltot. És így fog kinézni maga a szerkezet. Marika színiszedik! Itt a név, ami nem tudom mennyire látszik, de ilyen tükörszerű anyagból van kivágva. Itt van az, hogy Paradise. Ez a 101-es. Itt pedig most kötik be a lámpát. Egy alumínium profilba van elhelyezve. Ez az alumínium profil. Ez így néz ki. Nagyon-nagyon igényes. Ugye ezen az alumínium profilon van egy ilyen védő
burok. Ez be van marógéppel marva. Itt csináltattam az asztalosokkal ide két oldalra egy vízlevezetőt, egy vizort, tehát hogyha jön az eső, akkor itt le fog menni, és ott le fog menni. Ez elméletileg hátrébb van elhelyezve a középponttól, tehát ez oldalról látszik is. Ez azért van. Marika Szini? Ini? Kérim köszönöm. Ez mutatom mindjárt, tehát ez azért van, hogy amikor be van kapcsolva a lámpa, akkor a frontot tudja megvilágítani, és ne a tetejét világítsa. És azért választottam a tükörszerű anyagot, azért választottam a tükörszerű anyagot, hogy a lámpa fényeit össze-vissza fogja majd reflektálni. Ez körülbelül így fog kinézni. Már most is lehet látni, hogy ha csinálunk egy ilyet, akkor van benne egy olyan kis játékosság. Ennek lesz csinálva ott egy beton talapzat, és abban benne lesz körülbelül egy olyan 15-20 centire. Mikor ez meg van világítva, oldalról mutatom, innen fog jönni a fény, ugye? Innen jön a fény ráverődik erre, a deszkára. Még egy dolgot akarok megcsinálni, hogy ne mozogjon ennyire. Tehát, hogy nagy szélnél ne libegjen. Ezt megoldjuk, és körülbelül ennyi. Valószínűleg még lézer gravírozóval ide bele lesz gravírozva a Sumba Paradise logó, vagy oda, vagy ide. Már azon is gondolkodtam, hogy lesz hagyva neki egy ilyen kis pupli fönt, egy kis pupli lent, és akkor nagyobb lesz benne a Sumba Paradise logó. Az egyszerű lézer gravírozóval, ez whitefosolva van a fa, tehát így néz ki, ugye. Ez van készen, ez le is van már lakozva. Ez egy whitewash technológia. Ezek fel vannak szépen ragaszgatva. Na, és meg fogjátok látni. Este pedig fogok készíteni már elvileg egy olyan kis videót, amikor már ezt be is tudjuk kapcsolni. És akkor most el fog dolgozni tulajdonképpen, hogy sikerült-e. Az az elképzelés, az a terv, amin én dolgoztam nagyon sokat. Fog-e megfelelő mennyiségű fényt adni? Meg lesz-e az a kis játékosság a fénnyel, ami ugye rátükröződik magára erre a aranyszínű, igen, tudom. Azért aranyszínű, mert ezüstszínű volt a tervben, de nem volt raktáron. Ugye ez a betű, ez lézerrel van kivágva. És ez volt viszonylag elérhető, ez is lézerre van kivágva egyébként. De hogyha megtaláljuk azt a játékosságot, amit kerestem, hogy rávetül, és ez ugye folyamatosan mozog, még mindig fúj valamennyire a szél, és ez még vissza fog köszönni, úgymond a... Hát az kevés esélyt látok rá, hogy ez a földön köszönjön vissza. Az lenne az igazi, az lenne az igazán jó, hogyha legalább kis csillogás lenne, de ha nem, akkor is valahol vissza fog köszönni. És szerintem nagyon jó fog kinézni, hogyha így belenézünk, hogy minden egyes ház előtt ott lesz egy ilyen tábla. Jelenleg 22 van készen ebből a névtáblából. 22 vár arra, hogy beszereljük, és hogyha ez sikerül, ez a ma esti, és megfelelő lesz, akkor ez a típus marad. Volt még olyan, hogy ezt a nevet, ezt belemartuk volna magába, az anyagban lézergravírozóval lett volna belegravírozva, ugye az egy fekete írás. Volt még egy lehetőség, amikor gondolkodtunk a réz megoldáson, az nagyon megdrágította volna a dolgot, azt azért vetettük el. A feketét, azt a lézergravírozót, az pont a feketesség miatt, hogy ez talán egy picit elegánsabb. Szerintetek nem sok egy kicsit? Nem. Úgy érzem egyébként, hogy kb. Még a gics határt nem értük el, legalábbis nagyon remélem. Ti hogy látjátok ezt? Szerintetek mi ellen kíváncsi vagyok. Ja, és még volt a következő, amikor egyszerűen fafaragókkal bele lett volna faragva minden egyes háznak a neve fehérrel, levájtvasolva, és akkor
akkor megcsinálni, ez egy hosszú folyamat lett volna, és az is viszonylag megrábította volna, tehát azért nem olcsón csinálnak meg fafaragással, 75-100 darab táblát kellett volna, időigényes is, és ez egyszerűbbnek tűnt most, egy picit jobbnak is tűnt, úgyhogy meglátjuk, hogy sikeredik. Nem sokára berakok ezután a videó után egy esti felvételt. Na, kíváncsi, hogy milyen lesz. És mutatom az elkészült cuccot.